Bognár Kristóf és a Szeged együttese egy nagyszerű győzelmet adott az első negyeddöntőn. Kristóf, szárnyaltatok egészen a mérkőzés végéig. Minek volt köszönhető ez a parádés teljesítmény? Hát köszönjük szépen, gratulálok a csapatomnak, tényleg le a kalappal, nagyon jól hajtottunk, küzdöttünk, és nem tudom, hogy így játszottunk ebbe a szezonba, tudtunk ebbe a szezonba játszani, de ez az egy óra és ez a furcsa időpont, tehát minden közben játszott. Tudtuk, hogy csak akkor van esélyünk, hogy meglavagoljuk ezt az előnyt, ezt a furcsaságot, és szerintem az elétől fogva kicsit fókuszáltabbak voltunk, és talán későn is tudtak emiatt ébredni, és az a megszerzett előny, ami a három érden keresztül ugye pakolgattunk, az kitartott a végére, tudtunk fókuszálni a végén, és így eszméletlen behúztuk a Falko ellen a negyed döntőt, és négybe vagyunk, tényleg fel nem tudom fogni, csodálatos érzés. Most már elődöntősként kit vársz ellenfélnek, Debrecen vagy Fehérvár? Hát megmondom őszintén, igazából mindegy, az, hogy most négybe vagyunk, ezt még fel nem tudom fogni. Győzzön a Jobbik, látjátok itt meglepetések lehetségesek, tehát szerintem az is egy nagyon kiélezett egyenlő küzdelem lesz, tehát nem mernék rá fogadni egyik félről se, tényleg az egy jó mérkőzés lesz, és hát győzzön a Jobbik.